Köszöntöm Önöket! A Szubjektív mai adásában tovább boncolgatjuk a depresszióval kapcsolatos kérdéseket dr. Sági Zoltán neuropszichiáterrel. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha megkérhetném, akkor az adás elején foglaljuk össze röviden azt, amiről az előző részben beszélgettünk, mi pontosan a depresszió, mik a legfőbb tünetei, kiknél fordul elő. Depressziónak tulajdonképpen két nagy formáját különítjük el, a szorongásos depressziós zavart és a mély depressziót, nagy pszichotikus depressziót. Az előbbinek külső, többnyire környezetből érkező háttere okozója van. Természetesen itt bele kell érteni ugye a személyiségből fakadó benjelen lévő konfliktusokat. Az utóbbi a nagy depressziók esetében inkább az örökletesség van jelen, ugye ezek a nagy depressziók, pszichotikus depressziók. Mi az első csoporttal foglalkozunk most, és ez a lényegesen gyakrabban előforduló megnyilvánulása, ugye, amelynek a hátterében, vagy hát inkább mondjuk úgy alcsoportként a reaktív depressziót ugye említettük meg, és a belső konfliktusokból eredő csoportot, ami minket legjobban foglalkoztat és leggyakrabban is találkozunk vele, ez a szorongásos depresszió csoportja. Hogyan kezelik a depressziót manapság? A depresszió kezelését illetően tudni kell az, hogy gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés áll rendelkezésre. A gyógyszeres kezelésben az úgynevezett antidepresszánsok, tehát depresszióellenes szerek vannak jelen, amelyeknek különböző csoportjai vannak, különböző generációi vannak, és hát az esettől függően ugye kapcsolunk be gyógyszeres kezelést. Akkor, amikor az állapot nem igényli a gyógyszeres kezelést, pszichoterápiás módszer áll rendelkezésre, és a pszichoterápia megfelelő válfaját alkalmazzuk. Milyen pszichoterápiás módszerek léteznek? Pszichoterápiás módszerek közül tulajdonképpen minden olyan modalitás, amely a viselkedés korrekcióra irányul, alkalmazható. Kezdve a klasszikustól, ugye a pszichoanalitikus kezeléstől, ugye a különböző individuális terápiákon keresztül, csoportterápiákon át, tehát ugye itt a transzakciós analízist említhetjük meg, ugye az egzisztenciális pszichoterápiát. Körülbelül ezek azok, amelyeket talán legtöbbet alkalmazunk, és az esetre hát legjobban feltételezetten ható módszert. Legtöbbször azonban ugye azt tapasztaljuk, hogy a gyógyszeres és a pszichoterápiás kezelés kombináltan hozza meg a várt eredményt, és az eredmény tartósága is tulajdonképpen nagyobb. Éppen ehhez kapcsolódott volna a következő kérdésem, hogy akkor milyen hosszan, persze tudom, hogy ez személyiségtől és a depresszió válfajától függ, de mégis meddig kell kezelni egy beteget? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges kérdés, ugye, annál is inkább, mert amikor valaki ugye fölvállalja ezt a kezelést, szeretné tudni, hogy ez körülbelül meddig tart. Ma azt tapasztaljuk, hogy a depresszió, a szorongásos depresszióról beszélünk, kezelésében ugye 4-6 hónapos periódus az, amely alatt lényeges változást lehet elérni, tehát gyógyulás útjára lehet lépni, és ezt követően még legalább egy 3-4 hónapos kezelés szükséges ahhoz, hogy az elért javulás az stabilan meg is maradjon. Tehát körülbelül azért azt tudtuk mondani, hogy fél-egy éves periódus, amelyet rá szánunk arra, hogy a depresszió, szorongásos depresszió ugye gyógyultá váljon. Utána szükség van valamiféle ellenőrzésre, vagy meddig kell a gyógyszereket szedni? Többnyire maradunk természetesen kapcsolatban a pácienssel, és meghatározott időnként, 2-3-4 havonként
általában 3 havonként ellenőrző vizsgálatot végzünk. A gyógyszeres periódus az az előbb említett körülbelül fél egy éves periódus, ameddig ugye szedjük. Természetesen ennek megvan a szabálya, hogy hogyan vezetjük be, milyen adagban használjuk, azután a kivonás a terápiával ugye fokozatosan történik, ahogyan a bekapcsolása is, tehát megvan ennek a szabálya, hogyan ezt tesszük. Ezekre a gyógyszerekre nem tudnak rászokni a betegek? Nem, az antidepresszánsokra nincsen rászokás, tehát függővé válás, minden ellenkező híresztelés ellenére. Ugye legtöbbször ugye ez a félelem, hogy most elkezdjük szedni, akkor úgymond ugye rászokok vagy függővé válok. Ugye függőségi állapot, ez megint egy másik téma, ugye, amiről hasznos lenne beszélni szintén. Rengeteg tévhit van ezzel kapcsolatban. Ugye, a lényeg az, hogy az antidepresszánsok esetében akkor, amikor a javult állapotot elérve elindulunk ugye a csökkentés, majd megszüntetés irányába, ugye akkor nincsenek elvonási tünetek, ami egy alaptünete ugye annak, amikor függőségről beszélünk. Tehát nincs az antidepresszánsokhoz, nem lehet hozzászokni, hogy egyértelműen így válaszoljak erre a kérdésre. Vannak pszichofarmakonok, tehát pszichiátriai gyógyszerek, ugye, amelyekre kialakulhat, ugye, de a függőség, de ebben nem tartozik bele a depresszió. Depresszióval kórházba is kerülhetnek az emberek egyébként? Hogyne, akkor, amikor a funkcionalitás teljesen megszűnik, akkor, amikor ugye az alapvető ellátását nem biztosítja, nem tudja biztosítani a páciens a mindennapokban, ugye, hiszen említettem, hogy az akarati működés válik, ugye igencsak zavartá, tehát nincs kedve semmihez, hogy ezt egy egyszerűbben fogalmazzak, ugye, ilyenkor, és pláne, hogyha megjelennek, ugye az öngyilkossági gondolatok, késztetések, olyankor ajánljuk, és azért többnyire el is fogadják az osztályos kezelést, hiszen az osztályon van lehetőség arra, hogy a környezetváltozást ugye elindítva olyan gyógyszeres, illetve pszichoterápiás kezelést alkalmazunk, amelyre szükség van. Hogyan kerülnek pszichiáterhez a páciensek? Maguktól jönnek, vagy családtagok, barátok behatásával? A szorongásos depresszióval eljönnek az emberek egyedül, többnyire. Ami érthető is, ugye hiszen annak a megélése, hogy az életem minősége romlik, nincs neki, ugye, tehát a létezésnek a depressziós megélése ugye, az készteti őket arra, hogy előjönnek. Meg nyilván annak a tudata is, vagy tudása is, ugye, hogy ezt most már lehet kezelni, tehát nagyon lényeges, hogy tudják azt, hogy lehet kezelni, és eljönnek. Ugye? Az esetek döntő többségében egyedül. A környezetünkben hogyan ismerhetjük fel, ha valaki depressziós? Ez engem mindig foglalkoztat, hogyha valakin látom, akkor hogy tudok rajta segíteni? Hogy közöljen vele? Hát akkor, amikor ugye, a depresszióról beszélünk, ugye, akkor azt mondjuk, hogy a pszichés funkciók mindegyike érintett. Tehát a magatartás, viselkedés is az, amely valahol ugye, látszódik a környezet számára, észre lehet venni. A magatartás, viselkedés szintjén alakul ki egy látványos változás, egy passzivizálódás, egy visszahúzódás, egy magába zárkózás, egy kommunikációból való kiesés, az érdektelenség, az álmatlanság, mindennapi tevékenységhez való hozzáállás zavara. Tehát egy csomó olyan dolog, ugye, ami látványos. Tehát megváltozik az illető viselkedése, talán mondjuk így egyszerűbb megfogalmazni, és ez látható. De most a viselkedés és a kommunikáció ugye, megváltozásának észlelése az, ami a környezetben ugye, fölkelti a depresszió irányú eltolódásnak az érzését vagy gyanúját. Ugye. Hogyha ez hosszú időn keresztül tartodik napokig, hetekig, ugye, akkor egyértelművé válik a környezet számára, hogy ez jelen van. Ugye, az, amit lehet ilyenkor tenni, az, hogy odafordulunk a illető
höz, tehát akkor, amikor ezt tapasztaljuk nála, megszólítjuk, ott vagyunk mellette, fizikai jelenlétünket biztosítjuk. Ugye? Tehát megpróbálunk verbális kommunikációba kerülni vele, beszélni arról, hogy lehetővé tenni, hogy beszéljen arról, ugye, hogy milyen érzések vannak jelen. Tehát az odafordulás az, amit a környezet ugye meg tud tenni. Amikor ugye ez megtörténik, amikor ez sikerrel jár, úgymond, ugye, innentől kezdve már ugye azokat a módszereket, lehetőségeket veszük elő, amelyek rendelkezés állnak. Többek között ugye a pszichiáternél való jelentkezés is ugye, egyik lehetősége. El kell mondjam, hogy tulajdonképpen ezeknek a kínzó érzéseknek, én megélési állapotoknak ugye a megfogalmazása, elmondása, amikor beszélni tud róla az illető, ugye önmagában egy óriási első segély. Ugye azt szoktam mondani, olyan, mint amikor a tájogot kinyitjuk, ugye, és akkor ugye eltávozik ugye a kóros tartalom. Ez történik ugye ilyen esetben, amikor beszélni tud róla. Van, aki meghallgatja és el tudja mondani. Ugye ez az alapja annak, amit a környezet tud tenni, odafordulni, lehetővé tenni, ugye, hogy beszélni tudjon róla. Odafordulás az természetesen ugye, nehézségekkel is járhat, és nem feltétlenül azonnal jár sikerrel, ugye, de a türelem, a jelenlét, ugye, hogyha szótlanul is ott vagyunk mellette, ugye, egy üzenet az illető depressziós számára, ugye, hogy nincs egyedül, hogy van lehetőség, van támaszték, amire ugye számíthat. Van, aki ki tud kerülni egy maga a depresszióból, és tudja magáról azt, hogy depressziós, és saját maga próbál hogyne kikerülni hogyne belőle? Hogyne. Arról a csoportról nem nagyon beszélünk, ugye. Említettem azt, hogy életünk során mindannyian átmegyünk egy depressziós perióduson. Ugye, tehát amikor a depresszió tünetei megjelennek, nem csak a szomorúság, hanem a depresszió tünetei, ugye azért többnyire ki is jövünk belőle. Ugye? Ez egy szintén egy eléggé nem föltánt terület, titokzatos jelenet, vagy történet, hogy miért van ez így. Egyik ki tud jönni a depressziós hullámból, a másik nem. De a lényeg az ugye, hogy detektáljuk, megállapítsuk magunknál ugye ezt az állapotot. És megjelenik egy ilyen késztetés bennünk, hogy ugye tegyünk valamit. Ugye? És mindaddig, ameddig a késztetést jelen van, addig ugye tudunk is, magunk is ugye tenni. Tehát tudjuk, hogy milyen tünetei lehetnek, vagy vannak ugye ezeknek, és akkor megpróbálunk ugye ellenlépéseket tenni. Nem tud érdekelni az a tevékenység, amit eddig csináltam, de elmegyek oda. Sport, amit eddig csináltam, ugye nem érzek erőt hozzá, de elmegyek és csinálom. Ugye? Tehát az aktivizálódás, ugye annak, hogy belemenjek abba a tevékenységbe, ugye, amelyről korábbról van tapasztalatom, hogy szívesen vagyok benne. Egy kicsit ugye arra hasonlít, mint a testgyógyászatban ugye a rehabilitáció állapota, tehát bekövetkezett ugye egy törés, ugye, annak megvan a testi gyógyulási szakasza, és utána azt teszem, amit a illető végtaggal korábban tettem, ugye elkezdek járni. Ugye? Tehát ugyanezt történik a depressz esetében, és az depressziónak az öngyógyításához, most használom ezt a fogalmat, ugye hozzátartozik. Mert van ilyen, tehát detektálom magamnál, és akkor ezeket a módszereket alkalmazom. Azt teszem, amihez egyébként nem érzek kedvet, nincs akarati működésem, de amikor benne vagyok, ugye akkor maga a folyamat ugye, visz magával, ugye, kicsit ugye ahhoz hasonlít, amikor azt mondjuk, hogy evés közben jön meg az étvágy, ugye, tehát visz magával, ugye, és akkor ez a töltődés a külső eseményekkel, élményekkel ugye tölteni tud, és el tudok indulni a javulás irányába. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hasznosak voltak az információk. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.